Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról részvevőket is. Én Czang Ferenc vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A mai képzés két részből fog állni. Egy tudatosságfejlesztésből, továbbá egy ember és életjobbító coachképzésből. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántós senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom végzettségem szerint gépészmérnök volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés fő tevékenysége. Lébényben élünk, családi helyzetem nős, párkapcsolatban. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen érte el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásáról képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem igazán. Nem. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Korrupció. Korrupció? Mulasztás. Elnyomás. Elnyomás, mulasztás. Egy kis irigység. És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor hova fog menni a világ? Levesbe. Egyre rosszabb irány. Még rosszabb irány. Tehát nem az a baj, hogy rosszak az emberek, hanem hogy a jó emberek nem tesznek semmit. Igen. És nem kell tenni valamit azért, hogy egy jobb világunk legyen? Nem szabad mulasztani. És mit tesznek amúgy az emberek egy jobb világért? Semmi. Mit tudom én, azt mondják, hogy mit tudom én mondjuk. Járjunk elektromos autóval, mert akkor a jobb világunk lesz. Nem? Vagy, mit tudom én, költsünk kevesebbet, és akkor jobb világ lesz. Bár azt nem mondják. Azt nem mondják, mert inkább azt. Ugye egy faramúci dolog ez az egész, mert ha megnézzük, akkor ugye egy olyan világot élünk, ahol azt mondják, hogy mit tudom én mondjuk, energiatakarékosság legyen, nem? Tehát spóroljunk energiát. És akkor, mit tudom én elég jól értek az autókhoz, hiszen a szakmám, nagyon sok autót ismertem meg életemben, elég sokat használtam is már életemben. És ugye ez úgy működik, hogy minél nagyobb felülete van egy autónak, annál nagyobb a légellenállása. Tehát nyilvánvaló egy hagyományos személyautónak közel nem nincs akkora légellenállása, mint egy nagy busznak. És akármennyire, mit tudom én,
alakítják annak a formáját, annak a nagy busznak, akkor sem lesz olyan kis légellenállása, mint egy hagyományos személyautónak. Tehát ami azt jelenti, hogy minél nagyobb az a felület, ami szembe találkozik a levegővel, annál nagyobb a légellenállása egy járműnek, akármennyire is próbálják formálni a magát, az áramvonalasságát egy autónak. És ez azt jelenti, hogy megnézzük, akkor ha szemben nézel egy autóval, akkor az autók mérete, tehát szembejövő mérete, az általánosan a divat szerint nem csökkent, hanem nőtt. Tehát ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb térfogatú járműveket csinálnak. Ami azt jelenti, hogy a légellenállás pedig nyilván nem nagyon számít mondjuk egy 40-50 kilométeres sebességnél, de minél nagyobb sebességgel megy egy autó, ugye annál nagyobb a légellenállása. Tehát annál több energia kell a légellenállás leküzdésére, tehát annál több üzemanyag kell hozzá most, hogy ez áram, ez az üzemanyag, vagy benzin, vagy gázolaj, vagy gáz. Ebből a szempontból részletkérdés. De lényeg az, hogy minél gyorsabban halad egy autó, ugye annál többet fogyaszt azért, mert le kell küzdeni a légellenállást. Tehát úgy tudom, hogy mondjuk a 20-30-a döcögnének az autók, akkor a légellenállás az olyan nagyon nem befolyásolná a dolgokat. De hát most gondolj arra, hogy te neked is, ha mondjuk futnod kell, nem mindegy, hogy szembeszélbe kell futnod, vagy szélcsendbe kell futnod. Tehát ez azt jelenti, hogy ha szembeszélbe kell futnod, sokkal hamarabb elfáradsz, mint ha mondjuk szélcsendbe futsz, vagy netán hátszélbe futsz. Tehát ezt most azért mondom, hogy egy ilyen faramuci világban élünk, ahol megnövelik a szembejövő területét az autóknak, tehát egyre nagyobb területet foglalnak el az autók, akkor a légellenállási tényezője, hát ha megnézzük, akkor egy teherautó formának sokkal nagyobb a légellenállási tényezője, mint egy személykocsi formának, és nagyon érdekes, mert a SUV-oknál nem nagyon mondják, hogy milyen a légellenállási tényezője. Tehát a rendes, hagyományos autóknál büszkélkednek, hogy 0,30 század alatt van a légellenállási tényező, tehát ilyen 0,29, 28, 27, 26, de a SUV-oknál valahogy sosem mondják ezt a témát, hogy mennyi a légellenállási tényezője. Nagyon érdekes módon. Soha egyetlen SUV-nál sem hallottam már még azt, hogy mondjuk 0,30 alatt lenne a légellenállási tényezője. De ezért, mivel ugye a 0,30, az már tudod, mikor megcsinálták a 0,30-as légellenállási tényezőt? A 70-es években a Citroën már megcsinálta a GS modellnél a 0,3-as tényezőt, és ugye minél kisebb ez a szám, annál kedvezőbb a légellenállási tényezője az autónak, és annál kevesebbet fogyaszt, minél nagyobb sebességgel megy. Tehát úgy értve, hogy többet fogyaszt, csak arányaiban kevesebbet. És érdekes módon, ha megnézed, egy SUV-nak az eleje, az totál úgy néz ki, mint egy teherautó, mint egy régi, hagyományos teherautó eleje. Tehát a régi, hagyományos teherautók, azok eléggé sokat fogyasztottak, pont azért, mert nem foglalkoztak azzal, hogy milyen a légellenállási tényezője, és a SUV-oknak, ha megnézed, tiszta teherautó orruk van. Tehát a motorháztető szinte vízszintes, és nem olyan, hogy ilyen rézsút emelkedne, hogy vágja a levegőt, érted? Tehát, és egyre nagyobb orrfelületeket gyártanak, ha megnézed, tehát régen megpróbálták az orrfelületeket lecsökkenteni, hogy vágja a levegőt, tehát hogy ilyen ék alakú legyen az autón.
Most, ha megnézed, az a divat, hogy a suvoknak már ekkora orra van, egyre nagyobb és nagyobb, már az új BMW-knek is, mint ami régen ekkora orruk volt, most már ekkora orruk van az új BMW-knek, érted? De onnantól kezdve a légellenállási tényezők, az el vannak hallgatva. Akkor mondom tovább, régebben minden autónak a használati kezelési útmutatójában benne volt, hogy mennyi fogyasztása 90-nél, 120-nál és városban. És átlagosan. Ezáltal mennyi a fogyasztás. Az új kezelési útmutatókban sehol nincs benne, hogy mennyi egy autónak az a ilyen formájú fogyasztása. Tehát nincs benne. Máshol próbálsz utána járni, vannak adatok arról a típusról, hogy mennyi üzemanyagot fogyaszt, de közel nem annyit fogyasztanak, hanem jóval többet. Tehát gyakorlatilag milyen energiatakarékosságról van akkor szó? Hát a világon több millió ember vesz évente autót, és egyre nagyobb fogyasztású autókat vesznek. Tehát én most nem olyan, az elmúlt 6 évben 3 autót vettem ugyanolyan motorral, és ugyanolyan üzemű motorral, és a teljesítményük is nagyjából azonos volt. És ugye ez a az azt jelenti, hogy egyre fiatalabbat vettem, és az autók egyre többet fogyasztanak. Tehát a régebbi típust fogyasztotta legkevesebbet, az közepes típus már többet, a legújabb típus még többet. És mennyi a különbség? 1-1 liter körülbelül. 1-1 literrel fogyaszt többet. Tehát 1 literrel fogyaszt többet az újabb típus, a még újabb típus, az még 1 literrel többet fogyaszt, de a papíron minden autó jóval kevesebbet fogyasztott, mint az első. Papíron. De ténylegesen én általam használva, tehát ugyanolyan használati körülmények között, mégis az újabb típusok, a legújabb típus az 2 literrel eszik többet, mint a régi típus. Most akkor milyen energiatakarékosságról beszélünk? Tehát ki hisz ezekben a spórolások, energiatakarékos működés, zöld működésbe. Ki hisz ebben? Hát az autók egy az egyben cáfolják ezeket. Teljes egészében. Megkérdeztem olyan szakembereket, akik fogyasztás csökkentéssel foglalkoznak, szó szerint ilyennel foglalkoznak, autófogyasztás csökkentéssel, és megkérdeztem, hogy hogy a manóba, hogy többet fogyaszt. Azért, mert azt mondják, hogy annyi minden plusz dolog lett beépítve az autóba, ilyen elektronikus, kütyű-mütyű akármi, meg ugye nem mindegy, hogy Euro 5 vagy Euro 6, az Euro 5 kevesebbet evett, az Euro 6 többet eszik, érted? És erre ugye van egy másik dolog, az automata váltós autók azok többet esznek, azok mindig átlagosan egy literrel többet esznek, mint a nem automata. Erre elindult az a trend, hogy megszüntessék a mechanikus váltású autókat, mert Amerikában sose voltak mechanikus váltós autók, hanem ugye kézi váltós helyett legyen automata váltós. Akkor, amikor energiacsökkentés van, és az automata váltósak, mondom, átlagosan egy literrel fogyasztanak többet, mint ugyanaz az autó, ha beleraknak egy automata váltót, akkor többet eszik. Na most, ez meg is jelenik a széndioxid kibocsátásnál. Tehát ott van, hogy egy autó mennyi gram széndioxidot bocsát ki 100 km alatt. Minden autónál ez le van írva. Ha mivel több a fogyasztása, ugye az automata váltós autónak, ezért rögtön látni, ott van a hivatalos adatában, hogy mit tudom én, hány százalékkal magasabb a széndioxid kibocsátása. Akkor, tehát ez ugye tök logikus, gondoljátok végig, minél többet fogyaszt egy autó, annál több üzemanyagot éget el.
ezáltal annál több káros anyagot bocsájt ki a levegőbe. Akkor miről van szó? Miről beszélünk? Milyen mit tudom én, klíma problémákról, milyen CO kibocsátásokról van szó, mikor folyamatosan az autókat úgy konstruálják, hogy egyre többet fogyasztanak a méretüknél fogva. Hát nézd meg egy SUV, miért szembe jön veled, mennyivel nagyobb, mint egy hagyományos autó. Tehát miről van szó? Tehát nem gondoljátok azt, hogy itt ami a világban folyik, az egy népámítás. Tehát úgy hűítik az embereket, ahogy akarják gyakorlatilag. És az emberek ezt elhiszik. Tehát elhiszik azt, például, hogy mondjuk elektromos autóval járni, az ugye azt gondolták az emberek, hogy mennyivel gazdaságosabb, aztán ugye azt gondolták, hogy örökké fog az működni, hogy ingyen lehet tölteni az elektromos autókat ezeknél az oszlopoknál, és értem. Hát meddig lehetett ingyen tölteni? 2 évig? Körülbelül. Hát honnan gondolják az emberek, hogy tehát én a fiataloknak mondom, én az életemben ugye megéltem azt az időszakot, hogy az emberek hagyományos tüzeléssel fűtöttek. Ugye a hagyományos tüzelés az, hogy kályha, és akkor tüzeltek benne ezt, azt, amazt. Szénszenet vagy fát, érted? Meg még akár a háztartási hulladékot is. Fogták a szemetet, nem kidobták, hanem fogták, azt elégették, érted? Ennyi volt. Na most, megéltem ezt az időszakot. Majd mondták azt, hogy fűtsünk tüzelőolajjal. Nem? Emlékeztek? Mert az a jó, az az igazi. Majd, mit tudom én, hány év után mondták, hogy az nem jó. Fűtsünk gázzal. Oké? Most kiderült, hogy az se jó. Érted? Most azt mondják, hogy fűtsünk villannyal. Na most, elmesélném, hogy a szüleim, azok átálltak annó annak idején a hagyományos tüzelésről, a cserép kályháról, a hőtárolós kályháról. Még a 70-es évek vége felé. És 80-as évek elején. És utána azzal fűtöttek, annak ellenére, hogy azt mondták, hogy ugye fűtsenek tüzelőolajjal, majd fűtsenek gázzal. Na, de ők, mikor behozták a gázt az utcába, akkor szépen átálltak gázfűtésre, és felszabadult a villanyfűtés, a hőtárolós kályha, és azok a hőtárolós kályhák a 80-as években átjöttek hozzá. Mikor ők a 80-as évek végén átálltak a gázra. Mi ezért fogtuk és megcsináltuk az elektromos fűtést az egész házra. Az egész házunk az gyakorlatilag hőtárolós kályára, 5 darab hőtárolós kályától van befűtve. Mit tudom én, csak nem 30 kilowatt. És lényeg az, hogy azóta nekünk az a fűtés. Miért? Mert én azt mondtam, hogy én nem dőlök be. Én nem állok át gázra, mert úgyis azt fogják mondani előbb-utóbb, hogy az nem jó, fűts mással. Érted? Kinek lett igaza? És most azt mondják, hogy fűts villannyal, mert az az igazi. Hát mi azzal fűtünk? Megnézem, 40 éve. Érted? Lassan. Lassan 40 éve azzal fűtünk. És? Hát kiszámoltam bármikor, és bármikor bárkinek kiszámoltam azt, ki tudom számolni, érted, hogy mennyibe kerül egy fűtéskorszerűsítés, és hogy sose fog megtérülni. Sose. Érted? Nekünk, ha átálltunk volna egy gázfűtésre, sose térült volna meg. Érted? Sose. Sose. Hát egy fűtéskorszerűsítés régen is több százezer forint volt, most milliók. Milliók. Sose térül meg az árkülönbség. Sose térül meg. Szóval lényeg az, hogy úgy verik át, ezt most csak azért mondom, hogy úgy verik át a tudatlan embereket, a népet, mondjuk így, ahogy akarják. Ahogy akarják.
Arról nem is beszélve, hogy ebben a 40 évben én a hőtárolós KH-s villanyfűtésre nem költöttem pluszba alkatrész meg ilyen dologra 10.000 forintnál többet. 40 év alatt. Tehát magyarul szervizelés, tehát javítási költségeket nem igényelt. Szinte nullát. Érted? Tehát nem dögöltek be az alkatrészek. Ráadásul ugye a hatékonysága ennek a villanyfűtésnek valami 98%-os. Mutass még olyan hatékonyságú fűtést, aminek a hatékonysága 98%. Tehát az energiát annyi százalékban hővé alakítja. Oké? Na most mindegy, tehát ezért, ezeket az adatokat én tudtam már akkor, csak nem 40 évvel ezelőtt, hogy ezek ilyenek, és azt csináltuk, hogy mindig számoltam, és azt mondtam, hogy engem nem vertek át. Nem. Na ugyanígy jártam az autóval. Akkor se fogok villanyautót venni, ha mindenki villanyautóval jár. Érted? Akkor inkább megtartom azt, ami nem villany, és fogok addig járni, ameddig én élek. Érted? Ennyi. Szóval lényeg az, hogy a lakosságot úgy verik át, a tudatlan embereket úgy verik át, ahogy akarják. A legnagyobb probléma az elektromos autóval ugye az, hogy beül az ember, tehát az elektroszmognak van egy káros hatása. A káros hatás az, hogy fáradékonnyá teszi az embert. Oké? Akkor a fáradékonyság, tehát azt értsük meg, hogy az ember úgy működik, ugye kedvenc témám az ember és az élet működése. És én ugye kutatom már réges-rég az ember és az élet működését. És az ember és az ember az úgy működik, hogy amilyen a működése, olyan az immunrendszere. Tehát ez az, valaki azt jelenti, hogy vidám boldog, akkor vidám boldog az immunrendszere, és egy vidám boldog embernek az immunrendszere vidám boldog, tehát leküzd mindenféle betegséget. Igen ám, de az ember mondjuk sokat vezet, vagy rendszeresen ül olyan autóba, amiben nagy az elektroszmog, de nem csak az autó, tehát bármi, mit tudom én, valaki mondjuk elektroszmog hatása alatt alszik. A pihenése közel nem olyan, mintha ez nem így lenne. Ezáltal az illető hiába úgy tűnik, hogy aludt x órát, közel nem tudja magát úgy kipihenni, mintha nem elektroszmog hatása alatt lenne. Tehát ezáltal, ha az ember nem pihenik ki magát, fáradt lesz. A rendszeresen fáradt embernek fáradt az immunrendszeri működése is. Ami azt jelenti, hogy egy fáradt embernek milyen a reakciója? Lassú. Lassú a reakciója, ideje van lassul. Tehát mit fog csinálni az immunrendszer is? Jön egy baci, mondjuk, és mivel fáradt az immunrendszer, nem veszi észre időbe. Oké? Lassú az immunrendszer reakciója. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy elektroszmog hatása alatt mondjuk betegek lesznek. De nem azért, mert elektroszmog, hanem azért, mert az elektroszmognak van egy ilyen hatása, hogy fáradtságot észlel az ember, ha elektroszmog hatása alatt áll. Ezért régen például a falban lévő villanyvezetékeket mind fém csőben helyezték el. Képzeljétek el, a 1800-as években kezdték el az elektromos hálózat bevezetését. 1800-as évek vége felé kezdték el a házakba. Tehát 120 évvel ezelőtt. És 120 évvel ezelőtt már fémcsövekbe helyezték el a falban az elektromos vezetékeket. Miért? Mert már 120 évvel ezelőtt tudták, hogy az elektroszmognak káros hatása van, basszus kulcs. Különben nem tudták volna, miért helyezték volna el
fémcsövekbe. Oké? Okay? Nem kellett volna. Hát egy elektromos vezetéket lehet simán úgy berakni a falba, hogy sok fogja az ember, azt levakolja azt. Csá! Érted? Miért rakták fémcsőbe? Azért, hogy az elektroszmog hatást kiküszöböljék. És maga az az elektroszmog, ez gyakorlatilag ez egy tabu téma a társadalomban. Ha az elektroszmogról beszél valaki, akkor kiröhögik, érted? 120 évvel ezelőtt tudták, hogy fémcsőbe kell rakni a vezetékeket, körbe kell venni, tehát fémmel, hogy leárnyékolja az elektroszmogot. Erre most ez nem számít. Járjunk olyan autóval, ami tiszta elektromosság, úgy, ahogy van minden porcikája. Érted? És ugye mi adja az elektroszmogot? Két dolog. A feszültség, vagy az áramerősség, tehát a nagy feszültség, vagy a nagy áramerősség. Nyilván az a legnagyobb probléma, ha nagy feszültség van, és nagy áramerősség van. De nem mindegy, hogy mekkora az áramerősség. Tehát, ha kis feszültség van, és nagy az áramerősség, az probléma. Ha nagy feszültség van, és kis áramerősség, az is probléma. Tehát az ritka, hogy nagy feszültség, és nagy áramerősség. Tehát úgy próbálják például a nagy feszültségű vezetékekben lecsökkenteni az áramerősségeket, hogy felemelik a feszültséget magasra. Érted? Tehát a teljesítmény az P egyenlő U-szor I, a P az a teljesítmény, az U az a feszültség, az I az áramerősség. És tehát a teljesítménynek a függvénye az az áramerősség és a feszültség szorzata. Tehát kis fizika a múltból, általános iskola ismeretekből. Oké, ez azt jelenti, hogy minél nagyobb az áramerősség, vagy minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb teljesítményt kapunk. Tehát ha azt akarják, hogy nagy teljesítményű legyen maga az áram, akkor miért rakják nagy feszültségű vezetékekbe? Mert a nagy feszültségű vezetékekhez nem kell akkora olyan vezető átmérőjű kábel. De a nagyon nagy áramerősségekhez, még a kis feszültségüknél is, nagyon vastag kábelekre van szükség. Ezáltal, hogy anyagot csökkentsenek, felemelik a feszültséget, és közvetítik a nagy feszültségű oszlopokon a nagy feszültségű vezetéket, majd fogják és letranszformálják kisebb feszültségre, de sokkal nagyobb áramerősségre. Világos ez? Hogy megmaradjon a teljesítmény, a P. Szóval lényeg az, hogy akik például nagy feszültségű vezetékek környékén raknak, betegségekről számolnak be. Méghozzá immunrendszeri betegségekről számolnak be. Oké? Okay? Már olyan is van, hogy valakik nagy feszültségű vezetékek alatt laknak. Tehát például az egyik rokonunknak az udvarán elhelyeztek egy nagy feszültségű vezetéket. Az udvarán. Engedte. De régen, évtizedekkel ezelőtt. És mind a két fél, rokonok egyébként, rákba halt meg. Mind a kettő. Oké? Okay. Tehát ez egy vidéken történt esemény volt. Szóval a lényeg az, hogy az immunrendszer, ugye az úgy működik, hogy az immunrendszernek időben fel kell ismerni dolgokat, mert vannak olyan dolgok, például a baktérium, ha az immunrendszer nem
ismeri fel időben, addig baktérium elszaporodik. És ezáltal, ha egy elszaporodott baktérium tenyészetről van szó, akkor azt még egy normálisan működő immunrendszer sem tudná legyőzni. Hát egy olyan immunrendszer, amelyik nem ismerte fel. Érted? Miért nem ismeri fel? Nagyon egyszerű, azért nem ismeri fel, mint amit az imént elmondtam, mert elfáradt. Mert az egyén el van fáradva. Oké? Tehát egy olyan világban élünk, ahol vannak ilyen tabu témák. Tehát például, ha azt mondod, hogy mondjuk egy elektromos autó az egy elektroszmog komplexum, érted? Akkor kiröhögnek. Közben vannak olyanok, hogy elektroszmog mérőműszerek. Nyilván vannak ilyen olcsó mérőműszerek, amelyek csak nagyon nagy elektroszmogot tudnak kimutatni, de ugye vannak a drágábbak, a sok tízezer vagy akár pár százezer forintos mérőműszerek, azok kimutatják a valós elektroszmogot, tehát a gyengébbet is. És ugye van ennek, hogy honnantól befolyásolja a szervezetet. És ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogyha nem lenne gond az elektroszmog, akkor csináltak volna ilyen műszereket? Akkor minek kellene? Hm? És ha utána nézel az interneten, hogy elektroszmog mérő műszer, kismilliót fogsz találni. Szórakozásból. Tehát, ha az embereknél ez semmi hatást nem kellene, akkor minek kell ilyeneket csinálni? Minek kellene elektroszmog mérő műszer? Hm? Minek kellett annak idején fémcsőbe? Úgy hívták ezt, hogy Berman cső. Miért kellett fémcsőbe hozni a vezetékeket? Hm? Hát mert elektroszmog van. De ha megnézzük, ugye a 220, ugye számít, hogy mennyi amper folyik abba a 220-as vezetékbe. Minél nagyobb egy fogyasztó, annál nagyobb az elektroszmog. Na most kiszámolod a teljesítmény, maga a teljesítmény a lényeg az elektroszmognál, hogy mennyire jön ki. Tehát a feszültséget meg kell szorozni az áramerősséggel, hogy kijöjjön a teljesítmény. És ha megnézed, mit tudom, mondjuk a házba van egy fogyasztó, mekkora elektroszmogot mutat, kiszámolod a teljesítményt, és megnézed, hogy mennyire vagy tőle, mert az is számít, hogy mennyire vagy tőle, minél távolabb vagy az elektroszmog helyszínétől, annál kisebb a hatása rád természetesen. És minél közelebb vagy, annál nagyobb a hatása. Na most az autónál szinte elég közel van az ember, nem? Mert nem úgy ütözünk az autóval, hogy ott megy az autó, mi meg 10 méterre vagyunk tőle, nem? De még nem is vagyunk tőle 2 méterre sem. Így van, rajta ülünk, meg körülvesz. Körülvesz, mert a vezetékek ott mennek. És nincs árnyékolva. Nincsen. Ráadásul ugye fontos szempont, hogy az elektromos autók minél könnyebbek legyenek, mert bazi nehezek. A többi autóhoz képest sokkal nehezebb. Miért? Mert az akkumulátoroknak komoly súlya van. Nem ólom akkumulátorok, de akkor is komoly súly. Tehát az autó legnagyobb súlya nem a motor, hanem az akkumulátor. És ezért könnyítik még jobban az elektromos autókat. Mi a legkönnyebb? Hát a műanyag. A műanyag a legkönnyebb. Hát a műanyag, annak meg nincs árnyékoló képessége. Az nem árnyékol semmit. Egy műanyag csőbe vezeted a falban a vezetéket, a elektromos vezetéket, és az olyan, mintha nem is lenne a csőben. Érted? Azt azért rakják műanyag csőbe, hogy utána lehessen vezetéket cserélni, vagy újat behúzni.
Nem azért, hogy le legyen szigetelve. Mert ha a falba levakolnád, akkor nem tudnád kicserélni a vezetéket. Vésni kellene. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy akkora átverések vannak itt a világban. De akkora, hogy valami hihetetlen is. Úgy megvezetik az embereket, és az emberek azt hiszik, hogy nekik jó, jót akarnak. Hát ha jót akarnának, miért csinálnak ilyeneket? Ha jót akarnának, akkor miért nem vízzel működnek az autók, ami fel van találva, már akkor föl volt találva, amikor én a szakmát tanultam, az autószerelő szakmát. Az hány éve volt? 80-ban fejeztem be. Hány éve volt? Több mint 40 éve? 40, több mint 40 éve fel van találva? A villanyautó? Vagyis a vizes autó, a vízzel működő autó, tehát ami azt jelenti, hogy vizet tankolsz bele, és ugye felbontja oxigénná és hidrogénná a rendszer, és fogja elégeti a hidrogént, és felhasználja valamennyire az oxigént, és mi lesz belőle? Gőzt pufog ki. Érted? Gőz. Vízgőz pufog ki. Több mint 40 éve ez fel van találva. És milyen, ha annyira lakosságpárti lenne az állam, akkor miért nem ilyen autókkal járunk? Miért nem? Oké. Például, mondok konkrét példát. Ebben az autófeltalálásban, tehát az elektromos, nem elektromos, tehát a vízzel működő autó feltalálásban közreműködött két magyar. Ami azt jelenti, hogy ez egy testvér, két testvér, testvérek. És a találmányukat, ez nagyon sok évvel ezelőtt, tehát valami 60-as vagy 70-es évek elején találták fel, megvette a Ford a találmányt. És kizárólagos jogon vette meg, és ugye abban a feltétellel vette meg, hogy hát másnak nem adhatják el, mert akkor mit tudom én, ilyen olyan következmény, stb. Stb. Ugye ezt elő lehet írni, ez a titoktartás, stb. Stb. Hát mint akik fölmennek az űrbe, a titoktartási szerződést kötik őket, akik katonák, hosszú időn keresztül titoktartási szerződést, stb. Stb. És ezt megsértik, akkor komoly következményei vannak. Na szóval ők is, és valami 50 évre kötötték ki ezt a titoktartási szerződést. És képzeljétek el, éppen lejárt volna pár éve, ez az 50 év, és az egyik kiesett egy szálloda ablakából. Érted? A másik meg öngyilkos lett. De érdekes, nem? Tehát ilyen nagyon fiatalon találták föl ezt a kérdést, ezt az a vízes autó kérdést. Nem? Nem érdekes? Tehát ilyen nagyon érdekes dolgok vannak itt a világban, hogyha az ember utána néz, hogy ilyen népámítás, ilyen széndioxid, erről már többször beszéltem, de ez kedvenc történetem, a széndioxid. Hát azért van a Földön oxigén, és azért tud újra termelődni az oxigén, mert a növények újra termelik. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy miből termeli újra. Hát ugye miből vannak a növények? Szénből. Az összes. Növény szénből van. Tehát valamilyen szén. És ugye mit csinál a nő? Honnan lesz szén? Hát szenet nem tud kivonni a földből, mert ha van a földben szén, az mélyen van. Hát a szén, hát külszíni fejtés, szénbányászat, az alig van a világban a szénbányákhoz képest. Tehát ami azt jelenti, hogy a szén nagy része, az messze mélyen a föld felszíne alatt van. Tehát a növények, azok nem tudnak szenet kivonni a földből, mert abban nincs. Érted? Hát honnan szed szenet?
Hát ugye tudjuk, tanultuk ezt is általános iskolában. Fotoszintézis. Az azt jelenti, hogy a széndioxidot belélegzi idézőjelbe, és ketté bontja, szénné, abból növekszik, és oxigénné. Azt pedig kileheli idézőjelbe a kilehelést. Tehát oxigéngyárt, ugye ezt nappal kell tudja csinálni, mert fotoszintézis, tehát fény kell hozzá, éjszaka nem csinál ilyet a növény, csak nappal, nappal, mikor világos van, akkor ezt meg tudja csinálni. És a szemet mire használja föl? Hát testesedésre, növekedésre, tehát azért lesz teste a növénynek, azért növekszik a növény, mert felhasználja a szenet. Oké? És szénből lesz. És ugye tudjuk azt, hogy miből lett a szén, amit kibányásznak, az évmilliókkal ezelőtt a föld alá süllyedt növényekből lett a szén. Na most az azt jelenti, hogy ebből is látni, hogy ugye ez mind szénatom. Lényeg az, hogy most gondoljuk végig a széndioxidot, hogyha kevesebb termelődik, akkor a növényeknek a növekedése lelassul. Ez tény. Nem hiszed, nézz utána. Ez tény. Ez ki van kísérletezve. Minél kisebb a széndioxid tartalma a növényeknek, mármint a levegőnek, annál lassabban nőnek a növények. Minél több a széndioxid, annál gyorsabban nőnek. És akkor megetetik az embereket avval, hogy üvegházhatást gerjeszt a széndioxid. Hogy mikor a levegőnél, a levegő összes összetevőjénél nehezebb súlyú. Nehezebb a súlya. Tehát a széndioxid, hát képzeld, ha könnyű lenne, hogy lélegeznék be a növények. Hát a növények alacsonyan vannak, nem fönn az égbe. Hát az üvegházhatás az az égben keletkezik, fönt. Az nem a föld felszínén keletkezik az üvegházhatás. Ugye erről is beszéltem már, hogy mit tudom én, forra, murci, és hogy bor legyen belőle. Mondjuk egy pincébe, ott van sok hektár. Vagy hektoliter, akarom mondani, hektoliter, érted? És folyamatosan széndioxidot termel. Ami azt jelenti, hogy ha valaki bemegy a pincébe, gyertyával mennek, és elalszik a gyertya, azonnak kijön belőle, és ki kell szellőztetni a pincét. Érted? Miért? Hát mert a széndioxid az lent van. Ezért vannak a széndioxid mérők a fűtéseknél, tudjátok, hagyományos fűtésnél. Hogy valaki fekszik, tehát ha ül egy széken, vagy áll, akkor semmi baja. De ha fekszik, akkor lent van, és alul lehet széndioxid. És mi történik? Ugye megfullad tőle a széndioxidtól. Na most, akkor milyen üvegházat kell a széndioxid? Hol van az üvegházhatás? Ha azt mondanák, hogy freongáz, akkor az oké, mert az könnyebb, mint a levegő. Érted? És ez tényleg problémát tud okozni. Vagy mit tudom én, mondjuk a gáz, ha túl sok gáz megy a légkörbe, az felszáll talán, de az sem biztos. Attól is fulladnak meg a gáztól. De lehet, hogy az föntről jön lefele, mármint úgy érte, hogy először föntről telítődik. Nem tudom, mert azt nem tanultuk annak idején, hogy a gáznak, mit tudom én, tudod, a tüzelőgáznak. Mi az? Háztartási gáz, földgáz, stb. PB gáz. Azoknak mekkora a fajsúlya? Nem tudom. De csak az okozhat üvegházhatást, ami könnyű gáz. És ami felmegy a levegő fölé. Érted? Nincs más olyan gáz. Az összes olyan gáz, ami a levegőnél nehezebb, az nem tud létrehozni üvegházhatást. Miről beszélünk? Milyen üvegházhatásra? Tehát tény meg van állapítva, hogy azért van melegebb, bár ez a tavasz nem volt meleg. Tehát akkor inkább úgy mondanám, hogy akkor van melegebb, nem azért van melegebb, akkor van melegebb,
ha a nap intenzívebben működik. Tehát napkitörések, több napkitörés van. Tehát bizonyos időszakban felfokozódik a napkitörések száma. És a napkitörések véget, ugye a Föld több napsugárzást kap. És akkor melegebb van. Amikor a napkitörések gyengülnek, akkor a Föld hidegebb van. Milyen egyszerű. Érted? És azt, hogy a napkitörések hogy működjenek, azt nem hiszem, hogy az ember tudja szabályozni. Még egy jó darabig. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az embereket megetetik elő a sok barom sületlenséggel, érted? Azért, azzal, hogy mit, üvegházhatás, meg melegedés, meg felmelegedés, mindenféle baromság. Na most, ha megnézitek a tavaszunkat, mi volt a felmelegedésünkkel? Érted? Hát még ezen a tavaszon nem is ott meleg. Hát ilyenkor már 30 fokok felett szokott lenni, mit tudom, hány nap, érted? Az elmúlt 10 évben. Június elejére. Most egyetlen egy olyan napunk nem volt, ami 30 fok fölött lett volna. Még olyan sem, ami 30 fok volt. A 28-29 foknál, 29 nem is volt. 28 fok már nem volt több. Jó, ez kellemes, tehát semmi gond nincs ezzel. De mire van szó? Milyen melegedésre? Hol van? Tehát a napkitörésnek a hatása nem két év múlva jelentkezik. Fokozott napkitörés van, és az jelentkezik, gyakorlatilag fénysebessége érkezik. Érted? Ennyi. Tehát semmi más. Tehát semmi más. De olyan jó meg lehet etetni a népet. Olyan jó. És a nép mindent elvisz. És a nép az birkaként elfogadja azt, amit a hámer okosok mondták. Most mondok példát. Milyen okosak voltak 2020-tól 2022-ig azok az orvosok, akik azt mondták, hogy mindenki oltassa be magát, mindenki meghal, ha nem oltatják be, akkor meg főleg meghal, érted? Be magukat. Nem ez volt? A nagy orvosok. Az orvosok mondták. Csináljunk zárlatokat, ne kommunikáljanak az emberek egymással, ne találkozzanak velük. Ezt a nagy, okos orvosok mondták. És kiderült, hogy az egész az egy nagy hazugság volt. Érted? Úgy, ahogy van. Egy nagy hazugság. Tehát magyarul az orvosok úgy, ahogy voltak, hazudtak. És akkor az emberek még mindig hisznek a hatalom, hogy miben akarja, mit akar a hatalom elhitetni az emberekkel. Vagy nem, ha nem a hatalom, akkor bizonyos érdekszféra. Mit akar elhitetni? Oké? Okay. Szóval, nagyon érdekes világban élünk. Ugye ez az első rész arról szól, vagy arról szokott szólni, hogy legyen információd erről a jelenlegi világunkról. Hogy tisztában legyél azzal, hogy hát valamit a gondolkodásoddal csinálni kellene. Mert ez a gondolkodás, ez olyan mértékben elsorvasztásra kerül továbbiakban, mint ahogy ezt elkezdték, akkor ugye ebből még nagyobb elhűítések lesznek. És itt nem csak a hatalom az, nem csak az, hogy a kormányok, most ne értsétek félre, hatalom az, tudod mi a hatalom? A média. A média hatalom. És hogy a médiában mit nyomnak le, érted? Az határozza meg gyakorlatilag a közvéleményt. Szó szerint. Az nem feltétlenül kormány, csak ne értsétek félre. Az bármi lehet. Az, hogy a médiában mi jelenik meg, az semmi más, csak pénzkérdés. Minél több pénze van valakinek, vagy valakiknek, annál inkább teret kap, ha ő akar természetesen teret kapni a médiába,
akkor annál inkább teret kap. Világos ez? Tehát ha mondjuk egy nagyon gazdag milliárdos teret akar kapni a médiával, akkor fogja és megveszi a műsor, a főműsor időkben a reklámokat, érted? És onnantól kezdve főműsor időben csak az ő reklámjai mennek. És kész. És nem csak a reklámról szól a történet. Megfigyeltétek? Ez egy tény, amit elmondok. Hogy nem úgy választják ki a műsorokat, a tévéműsorokat, hogy az összes csatornán így működik, ahol vannak reklámok. Nem úgy választják ki, mint régen, hogy nézzük meg, mi érdekelheti a népet, és adjunk be a műsort. Nem. Most úgy, mivel ezek kereskedelmi csatornák, még az állami tévé is valamilyen szinten kereskedelmi csatorna, mert ott is vannak reklámok. Tehát mindegyikre rá lehet fogni, ahogy kereskedelmi csatorna, ahol vannak reklámok. Világos ez? Tehát miért? Mert ahol vannak reklámok, külső szervezetek, cégek, személyek fizetnek annak a csatornának. Világos ez? Na most, ez úgy működik, hogy választják ki, hogy milyen műsort adjanak ki. Úgy, hogy csinálnak reklámokat a akik megrendelik a reklámokat azoknak. Azokhoz olyan embereket raknak be, akik szoktak szinkronizálni. Vagy mondjuk, ha saját országról van szó, akkor akár filmekbe szerepel. Maga a hangja a reklámnak, vagy a reklám szereplője. És fogják, kirakják a reklámot, de előtte, mikor tudják már, hogy mikor lesz az a reklám, kiválasztják azt a filmet, amiben ugyanaz a hang szerepel, lehetőleg fő szereplőként, amiben a reklám hangját adta, vagy a reklámba szerepelt maga az a színész. Ezért megnézel egy filmet, nézel egy filmet a tévében, van reklám, szinte mindig olyan reklám van benne a szünetben, a film szünetében, amiben szerepel a színész, vagy mint szinkronhang, vagy mint szereplő. Rendszeresen figyelek rá. De én azt látom, hogy az emberek nem figyelnek erre. Tehát, mit tudom én, nézi Marian a filmet, és mondom neki, hogy figyelted, hogy ugyanaz a hangja? Azt mondja, nem. Hát én figyeltem. Tehát meg lehet figyelni, és szinte minden reklámblokkba a film közben beraknak olyan reklámot, amiben a színész szerepel. Miért? Nagyon egyszerű. Hát gondolkozzunk. Hát azért, mert az ismert emberekre jobban hallgatnak az emberek. Világos ez? De ezt nem veszik észre, hogy hogy manipulálják őket. Érted? Ez egy jó kis manipuláció. Hát ugye most már új technikát használnak. Emlékeztek, régebben úgy volt, hogy egy film lement a tévében, utána volt egy hosszú reklám, és utána adták a következő filmet. Emlékszel? Most már egyre több csatornán az van, hogy fogják, ugye a film közben ott van a rengeteg reklám, lassan a reklám hosszabb, mint a maga a film, ezt ugye Amerikából hozták, ott ez általában már évtizedek óta így van, és utána vége a filmnek, és azonnal kezdődik a következő film. Nem tudom, megfigyeltétek. Miért? Hogy közben a reklámblokkba nehogy átkapcsoljanak egy másik csatornára, hanem hogy maradjanak a csatornán. Ezért direkt nem tesznek be már a két film közé reklámot, azért, hogy ne kapcsoljon át egy másik csatornára. És akkor ott tudják tartani azon a csatornán.
ott manipulálják tovább azon a csatornán. Persze a másik csatornán is manipulálnak, teljesen mindegy, de nyilván ők akarják ott tartani a saját csatornájukon, hiszen ugye nem mindegy mekkora a nézettsége annak a csatornának, mert minél nagyobb egy csatornának a nézettsége, annál drágábban lehet eladni a reklámot, érted? Illetve annál drágábban hát annál több pénzt kérhetnek a reklámért, oké? Tehát minél nézettebb egy csatorna, annál több pénzt kérhetnek a reklámért. Tehát az emberek, mintha ezeket a dolgokat nem figyelnék meg, és azt gondolnák, hogy a média az értük van. Mert mondom, a média a hatalom. Tehát gondold végig, vannak egy választások, ha nem adnak teret mondjuk egy pártnak, a médiában nem kap teret, nem kap lehetőséget a reklámra, akkor elvesztette a választást. Ennyi. Ennyi. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek arra szavaznak, azt veszik, ami megjelenik a médiában, mint reklám. Tehát most gondold végig, ezelőtt 10 évvel mondjuk, simán nézhettél egy YouTube-os videót, úgyhogy semmi reklám nem volt benne. Akkor a Facebookon bármit csinálhattál, ott neked nem dobott föl semmi reklámot 10 évvel ezelőtt. Most már bármit csinálsz a Facebookon, földob reklámokat. Ha bármit nézel a YouTube-on, földob film közben reklámokat, érted? Még az a jó, hogy vannak olyan böngészők, amiben vannak reklámblokkolók. És akkor be lehet állítani a böngészőkbe, hogy a reklámblokkolót bekapcsolod, és nem engedi, hogy mit tudom, a YouTube mondjuk feldobja a reklámokat. Csak ez már van egy csomó olyan oldal, hogy föl meg akarod nyitni, most nem a YouTube-ról beszélek, egy másik oldalról, bármilyen más oldalról, és akkor kiírja, hogy mivel önnél be van kapcsolva a reklámblokkoló, ezért ön ezt az oldalt nem tudja megnyitni, ezért kapcsolja ki a reklámblokkolóját. Vagy állítsa be, hogy az én oldalam az ne legyen reklámblokkolt. Írják ott a szövegbe. És nem veszik észre az emberek azt, hogy folyamatosan manipulálják őket. Tehát a hatalom az azt jelenti, hogy a média hozza létre a hatalmat. Tehát ha mondjuk egy kormány megvásárolja a média eszközöket, ami az országban van, akkor onnantól kezdve neki nincs ellenfele a választásoknál. Nincs ellenfele. Érted? Mert az emberek nem gondolkodnak, hanem azt, amit nyomnak nekik reklámokat, annak alapján cselekszenek. Annak alapján választanak, annak alapján vásárolnak. Ilyen egyszerű. És a világban van egy ilyen törekvés, hogy a hatalmon lévő kormányok a hatalmukat kihasználva felvásárolják a médiákat. Oké? És mert tudják, hogyha felvásárolják, akkor azt mondja, hogy hát akkor magunkét reklámozzuk, jöhetnek ide nekünk az ellenzékek, azoknak azt mondjuk, hogy keres magadnak más reklámot. Te fizethetsz nekünk akármennyit, akkor sem reklámozunk. És onnantól kezdve kőbe van vésve, hogy övé ki a hatalom addig, amíg választások vannak. Ezt csak mondanám, hogy Magyarországon például ez így történt. Jó? De nem mi találtuk ki ezt a dolgot, magyarok. Azt is mondanám. Ja?
Tehát gyakorlatilag egy olyan világot élünk, ahol az emberek egyszerűen nem gondolkodnak és cselekednek, hanem a manipulációk hatására cselekednek. Amire manipulálják őket, azt teszik. Szó szerint. De ez bármire manipulálják őket, akkor azt teszik. Arra, hogy járjanak elektroszmogos autóval, érted? Akkor járnak abban. Érted? És néztem a múltkor egy videót avval kapcsolatban, hogy egy ilyen fószer, ugye a különböző hiedelmeket cáfolta az elektromos autókkal kapcsolatban. És abban volt egy ilyen hiedelem, hogy az elektromos autó az megöli az embereket, a bennük utazókat. De ez volt a hiedelem. Nincs ilyen hiedelem, ezt ő találta ki. Nem egy elektromos autóban ül valaki, nem öli meg az elektromos autót. Nem. Az elektroszmog, az elfárasztja az embert, fáradt lesz tőle. Nem tud az elektroszmogtól pihenni. Például egy benzines vagy dízel autót vezet, mit tudom én, mész vele 300 kilométert, kiszállsz, megnézed, milyen energiád van. Vezetsz 300 kilométert egy elektromos autót, az már nagyon jó elektromos autónak kellene, hogy tudja menni 300 kilométert, mindegy. Ja, benne is lehet annyit menni ezekkel általában, de mondjuk feltételezzük. Kiszállsz belőle, tehát nem úgy, hogy megállsz, pihensz, kiszállsz belőle, és fáradtabb az illető. Tehát mikor én erről beszéltem egy taxis, aki már nem taxis, és elektromos taxival közlekedett, akkor az így a fejére csapott, és azt mondta, hogy ezért voltam mindig fáradtabb, amíg elektromos autóval, hogy hívják, voltam taxista. Mert ugye a taxis az sokat ül a saját autójába. Szóval sokat megy. Mert az, hogy csak ül benne, az még egy dolog, mert az a gond, hogyha folyik áram. Persze. Tehát, és az elektromos autókban semmiben nincs akkora áramerősség, tehát teljesítmény, semmiben az áramnak sehol nincs akkora P egyenlő 20-i, tehát teljesítmény egyenlő, vagyis igen, tehát teljesítmény egyenlő feszültség szorozva áramerőssége, sehol nincs akkora teljesítmény az áramnak, a feszültségnek, mint az elektromos autóban. Sehol, semmiben. Se egy munkahelyen, tehát mit tudom én, ha valaki egy nagy feszültségű telepen dolgozik, ott nincs akkora elektroszmog, mint egy elektromos autóban. Érted? És az emberek nem tájékozódnak. Olyan, mintha nem tudnának utána járni dolgoknak. Hát a mai világunkban utána járni dolgoknak sokkal, de sokkal, de sokkal könnyebb, mint valaha. De hát ugye, ha valaki utána jár, mit szokott csinálni? Ha megnéz egy fórumot, vagy egy helyen. Nem egy helyen kell utána nézni. Mert lehet, hogy ez egy hely tényleg hazudik, érted? De ha már sok szakember azt mondja, hogy ezzel gond van, akkor abban már van valami, nem? Bár ez sem mindig jó, mert ugye a Covid-nál megnézed, az egészségügyi szakemberek mind azt mondták, vagy 90% azt mondta, hogy ha belehalunk, meg oltassuk be magunkat, meg. De az ember logikusan gondolkozik, itt ez a maszk probléma. Ugye a kínaiakra hivatkoztak. Most láttam egy filmet, kínai film volt, de vagy valami 40 éves, 40 évvel már maszk volt az embereken, 40 évvel ezelőtt Kínában, érted? De miért? Nem a betegségek ellen, hanem a smog ellen, nem az elektroszmog ellen, a smog ellen, a városi smog ellen. Érted? Azért vették föl, hogy ne szívják be a városi smogot.
És ugye itt meg megetettek velünk, minket azzal, hogy azért vannak maszkban, mert hogy ne kapják el a betegséget. Hát eleve, ugye megnézzük, ha valaki mondjuk műtött, egy műtős, az csak addig volt rajta maszk, ameddig műtött. Se előtte, se utána. Érted? Tehát a műtős az nem egész nap maszkban van, és minden műtét után kidobta a maszkot, és új maszkot rakott föl. Itt meg az emberek napokig, hetekig jártak ugyanabban maszkban, érted? Hát egyszerűen röhely. Akkor is, akkorákat mosolyogtam ezeket a dolgokat, hogy ihaj. Szóval egy olyan világban élünk, ahol akkora ámítások vannak, hogy valami hihetetlen. Ugye mi mit akarunk elérni? Hát azt, hogy az emberek képesek legyünk gondolkodni. Tehát minél több ember gondolkodik, annál kevesebbet lehet manipulálni. Érted? És ha minél több ember gondolkodik, annál több ember fog helyesen cselekedni. És minél több helyes cselekvés van, annál kevesebb baj van ebben a világban. Érted? Mert ezt a világot így lehet jóvá tenni, hogyha az egyének fejlődnek. Ha az egyének nem fejlődnek, hanem visszafejlődnek, tudatosság szempontjából visszafejlődnek, akkor itt egyre rosszabb és rosszabb világ lesz. Minél tudatlanabb az emberek, annál rosszabb és rosszabb világunk lesz. Ezért mi létrehoztunk magunknak egy saját világot. Most is ebben a saját világunkban vagyunk. Oké? Okay. Most itt 19-en, saját világunkban. 19 is felem. Így van. Így van. És lényeg az, hogy ez a világ egy olyan világ, a mi saját világunkkal az ember fejlődik. És egyre tudatosabb és tudatosabb tud lenni, azért, hogy a világunkban, ebben a sokak számára érthetetlen világban, nekünk nem érthetetlen, sokak számára érthetetlen világban megkönnyítsük az emberek életét, és egy szeretetben gazdag, boldog életet tudjanak élni, hogy egy olyan világ jöhessen létre, ahol az emberek boldogok. És akik ezt nem akarják, azok úgyis azt fogják tapasztalni, hogy ülj bele nyugodtan az elektroszmogos autódba, legyél folyamatosan fáradt, és meg fogod tapasztalni, hogy hát szegény ember, meghalt, természetes halálban. Igaz, hogy sokkal előbb, mint kellett volna, de hát ilyen a világ, ilyen a sors, érted? És akkor rá lehet fogni a sorsra, hát neki az volt a sorsa, az volt neki megírva, hogy neki csak, mit tudom, 40 évig kellett élni, vagy 30 évig, vagy 60 évig, tök mindegy. És akkor így erre rá lehet fogni, tudatlan emberek rá tudják fogni. Hát egy olyan világban élünk, ahol meghalnak az emberek. Igen, csak nem mindegy, hogy mikor és milyen életet töltött el az az illető, abban az években, abban az évtizedekben, ameddig ugye itt a földi létében leledzett. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha úgy gondolod, hogy te is szeretnél tudatosodni, akkor itt a helyed. Ha nem, akkor örültünk, hogy jelenléteddel, internetes jelenléteddel megtisztelted a mi előadásunkat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklósnak ezt a rendkívül figyelemfelkeltő előadást. Pár szóban, hogy miért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni. Pont most gondolkodtam az előadás alatt, hogy mi, amikor megismerkedtünk, akkor körülbelül egy időbe kezdtünk el a
szellemiség útjára térni, és tehát elkezdtük a kérdéseinkre a válaszokat keresni. Az érdekes az egészben, pont ezen gondolkodtam most, hogy ameddig meg nem találtuk Szedlacsik Miklós idézőjebb iskoláját, mert ez egy sokkal nagyobb és rendkívül, tehát sokkal fejlettebb, sokkal magasabb szintű szervezet. Addig azt gondoltam, legalábbis én azt gondoltam, hogy elindultunk azon az úton, hogy fejlődjünk, elindultunk azon, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. De azt jelenti, hogy voltunk energetikai gyógyásznál, voltunk mindenféle spirituális tanfolyamon, voltunk mindenféle olyan előadáson, tanfolyamon, vagy bármilyen képzésen, amire azt mondták, hogy na, ettől fogunk nagyot fejlődni. És arra jöttem rá, hogy egész addig még mindig befele mentünk az erdőbe. Tehát nemhogy még javultunk volna, nemhogy még fejlődtünk volna, hanem még nehezítettük a saját életünket. Szó szerint ez jelentette azt, hogy abban az időszakban, amikor megismerkedtünk utána, ugye elkezdtünk házépítés, hát akkor belementünk egy bankhitelbe, akkor belementünk olyan tevékenységbe, ami csak nehezítette az életünket, belementünk olyan dolgokba, amik, tehát szó szerint befele mentünk az erdőbe, és egyáltalán nem kifelé, és nem volt már kiút. Viszont amióta itt tanulunk Szedlacsik Miklós mesterünknél, olyan útmutatást, olyan irányvonalat adott nekünk, amiből ebből az erdőből megmutatta, hogyan lehet kifele menni. És ezáltal, hogy elindultunk kifele, úgymond felülről rá tudtunk nézni az életünkre, hogy mi az, amit, hát azért csináltunk jó döntéseket is, nem sokat, de azért hoztunk jó döntéseket is, hogy mik azok, amik helyesek voltak, mik azok, amik nem voltak jó. Így van, a gyereket jó példa, hogy jó döntés volt, így van. Páromnak volt egy jó mondás, új ház, új gyerek. Be is tartottuk, hogy elkészült a házunk, csodálatos bankhitellet, de lett két csodálatos, ennél sokkal csodálatosabb gyermekünk, amik jó döntések voltak. Viszont rengeteg ezen kívül volt olyan, ami nem igazán volt jó döntés, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy életem legjobb döntése volt, hogy tehát azon kívül, hogy megismerkedtünk, azon kívül legjobb döntése volt egyik életemnek, hogy itt elkezdtem tanulni. Szedlacsik Miklós mesterünk iskolájába, szervezetébe. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, ha eddig még nem hoztam meg azt a döntést, ugye most azoknak tudom mondani, akik nézik az előadást, ha nem hoztam meg azt a döntést, amivel el tudja indítani saját fejlődését, akkor hozza meg, mert nem fogja megbánni. Hozza meg azért saját magáért, hozza meg azért, hogy jobb élete legyen, és nem fogja megbánni. Mondja pár szót is. Igen, most hozzáfűzve a te gondolataidhoz, hogy tényleg az jut eszembe, hogy Ábel a rengetegben. Tehát az életünkben kapjuk napról napra a rengeteg információt, elveszünk benne, és itt a Nyílt Akadémiánál a életjobbító coachképzés által megtanulunk rendszerben gondolkodni, letisztulnak ezek a dolgok, és gyakorlatilag ebből a rengetegből egy gyönyörű szép tisztaság lesz, szinte látjuk a fényt, és ez egy teljesen más életvitelt hoz számunkra, ami által sokkal jobban tudunk működni. És Szedlacsik Miklós mesterkócs által a 10 életterület, ami nagyon fontos, tehát az életünkben, ezt segít abban, hogy ezek letisztuljanak. És most eszembe jutott, ugye egy kémiáról volt szó, nagyon kedvencem volt nekem is már általánosban, és ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mi a különbség ugye a szabályos és a szabálytalan szerkezet között. Ugye szabálytalan volt az amorf szerkezetű, a grafit. Na most körülbelül az emberek jó része itt tart gondolatilag, hogy nagy szürkeségben élnek ugye a hatásaik által egy szabálytalan szerkezetben, míg amikor ezt szabályossá tesszük, egy gyönyörű szép gyémánt szerkezetet kapunk, egy letisztult állapotot. Na most ehhez tudnám hasonlítani itt a coachképzést, hogy itt szépen tudunk tisztulni, és gyakorlatilag a gondolatainkkal, ezáltal a cselekedeteinkkel az életünket jobbá tudjuk tenni. És ez csodálatos. Négy éves.
És azt javaslom még neked, hogyha, amit az előadásban is hallottad, milyen manipulatív világban élünk, micsoda félrevezetések vannak, úgyhogy azt javaslom neked, akik most nézed az előadást, hogyha eleged van abból, hogy folyamatosan manipulálnak, eleged van abból, hogy futod a köreidet, és nincsen eredményed, nincs fejlődésed, nem tudsz kiutat találni, akkor ne habozzál, gyere ide közén tanulni, várunk szeretettel, hogy milyen áron, hát olyan áron, amit a világon sehol nem fogsz megtalálni, ekkora tudást ilyen áron. Ugyanis ez, most ha nézzük, hogy most akciósan, szerencséd van, aki nézed, mert most akciósan 19.700 forinttal tudod elkezdeni, utána havonta 12.500 forinttal tudod elkezdeni, akkor, hogyha most gyorsan el tudod dönteni, hogy belevágsz. Ez olyan, mint a puding próbálja az evés. Máshogy nem lehet megtapasztalni. Sok emberre beszélek, akik azt mondják, hogy hát ők nézik az előadásokat, nézik az ingyeneseket, YouTube-on nekik az elég. Hát most mondom, hogy ez nem elég. Az arra való, hogy ha még nem hallottál ilyen információkat, vagy megerősítést kapsz, hogy mástól is hallod, az arra jó. Egyébként képzéseket, módszereket csak az előadásokban, a képzésekből fogod megkapni. Úgyhogy gyere ide, próbáld ki legalább 3 hónapig, és utána majd meglátod, hogy ezek idézőjelből puding neked ízlik, vagy nem. Ha én garantálom, hogy ízleni fog, és itt fogsz maradni, ha valóban fejlődni akarsz, akkor itt a helyed. Úgyhogy ezt javaslom neked, hogy gyere és próbáld ki. Most pedig a szünet után gyereknevelés 2-es coach képzésünk következik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel, ajánlatunk, örülünk, hogy részvételed, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőle. Egy fontos információ, hogy most át kell kapcsolni a képzés menüpontra, kékszínű gombra kattintva legegyszerűbb, és 30 perc szünet után ez fog következni. Sziasztok!